Szóval akkor nézzük ezeket a dungeonöket. Ahogy említettem, egyet már megcsináltam. Hello Nevermind, szia-szia. Csak hogy tudjam, hogy mi történik. És ez itt van. Tehát ezeken így szépen végigmentem, mind a három layeren. Ugye itt lehetne kópozni is, meg PvP-zni is. Gondolkodtam a kópon, csak ugye nektek nincs PS-etek, szóval az nem lesz. Úgyhogy egyedül fogok végigmenni, és ezt a Tumerian Labyrinth dungeon-t fogjuk ma forszírozni. Csak még nem tudom, hogy milyen sorrendben, meg nem tudom, hogy milyen struktúrában. Ugye, Weird Flex. Hát, na, most én szerettem volna megfordult a fejembe, hogy fú, de jó lenne ezeket a dungeonöket veletek megcsinálni, csak... Tehát nem a ti hibátok, hanem az a Bloodborne hibája, hogy PS exkluzív. Így van, a Red Dead Online az majd pörög. Lehet, hogy nem. Hát idén már valószínű nem. Nem, jövőre, nem 2020-ban. Januárban szerintem, ha nyilván leegyeztetjük, hogy nektek mikor jó, és akkor pörgetjük. Na. Szóval, ez a Tumerian Labyrinth van. Nézem a guide-ot, de még a guide alapján se tudok eligazodni. Úgyhogy szerintem azt csináljuk, hogy... hát ezzel már nem tudok, tehát itt akár tudnám azt, hogy kiveszem a kejhet. De azt akarom megnézni, hogy tudok-e olyan dungeon csinálni, ami kell nekünk. Na most, ugye van ez a Root Chalice. Azt kell tudni, hogy a Root Chalice-on kívül mindegyik előre definiált, a Root Chalice-ek, tehát ez a Root, nem tudom, gyökér Chalice-ek, azok, amik procedurálisan generáltak. Hát, hogy ez pontosan mit jelent, ezt nyilván csak a játékkészítői tudják, meg ugye a gamerek, akik mind programozó, elit programozó szakértők. Én egyik se vagyok, szóval valamilyen annyit tudok, hogy procedurálisan generált, a többi viszont fix. Na, miért tudunk csinálni? Hát ilyet pont nem, bár szerintem Ritual Bloodot tudnánk venni. Hát, megnézzük, hogy ilyen Ritual Bloodot tudunk-e venni. Mondjuk ilyet tudnánk csinálni, de kíváncsi vagyok erre a Root Chalice-re. Hogy ez milyen. Megnézem, hogy ilyen Ritual Bloodot tudunk-e most venni. Egy hiány volt, ugye? Akkor kettő hiány volt. Igen, hát ugye több lehetőség nincsen alapvetően. Na nézzük. Conduct Ritual, ugye itt vannak a Basic Materials, Right Materials, az majd később kell, gondolom, amikor bonyolultabb valamit akarunk csinálni. És ugye ezek az alapanyagok kellenek, és akkor Conduct Ritual. Oké. És ugye a nyersanyagok elvesznek. Yes. Jó, és akkor oda teszi a kejhet. És ott van az oltáron. És akkor itt most már be tudunk menni a dungeonbe. Nagyon érdekes mechanika. Alapvetően ez a ilyen farming, meg discovery, meg ilyesmi hely tulajdonképpen a Bloodborne-ban. Nagyon ismerős lesz, majd látni fogjátok, hogy... Tehát... Ja, lámpát kapcsoljak. És akkor itt szépen mehetünk. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy kísértetésen hasonlít.
A fóka kamarája. What? Chamber of the Sea. Oh. Hello. Hát sok minden nem tudunk venni. Alapstokkok. Jó drágám, basszus. 3500-ért adja az izét. Hát fönt nem is tudom, hogy 300 vagy mennyi. Jó, kiteszek egy lámpát. Ja, már king mód. Oké. Okay. Chamber of Commerce disagrees. És a House of Commons? Ej, ott már van egy enemy. Arra megyünk tovább. Na lássuk. Elvileg ezeknek még nem kéne olyan nehéznek lenni, ezek ilyen early game... early game chamberök. És... Shining Coins. És ahogy végigmentem az első... Plumerian Chalice-en, vagy Dungeon-en, vagy Labyrinth-en, azok nem is voltak nehezek, tehát még a... Ugye, ja, azt akartam mondani, hogy három boss-t lenyomtam, de különösebben nem gond, hogy nem ment streambe, mert annyira nem volt látványos, hogy mindegyik 2-3 ütés volt. Szóval még a movesetjét se tudtam megnézni. Tehát... tehát annyira early game. Tehát annyira early game dungeonök ezek. Jó, itt nem volt más, ugye? Jó, hát elvileg lesznek majd ismerős bosszok. Két kedvencem, bár így utólag már annyira nem vészes, meg hát valószínű eléggé OP-k vagyunk már hozzá. Nem tudom, hogy oda le tudok-e ugrani. Mármint... Nyilván le tudok ugrani, szóval le is ugrok. Tehát nem voltak annyira... Lehet, hogy nem lesz annyira erős, mint mondjuk a game-ben volt, ugye a... Egyik a Bloodstarved Beast, ami így ismétlődik, a másik meg az amigdala. Azt is itt van létre. Szóval van egy... és itt vannak csapdák, tehát... arra rá lehet lépni. És akkor... Szép volt. Na, szóval van egy pár ismétlődő boss, de nem sok. Tehát... nem vészes. Így van a dungeon ellentét a dungeon off. Oké, ilyen kis lámpák segítik, hogy merre jártunk már, tehát nem tudunk eltévedni. Tehát ahol kék a lámpa, ott már voltunk. Jó. Elképesztő shortcut. Köszönöm, hogy kiírtad ezt ide, stopsoros. Szerintem 2 perc múlva fogok eltévedni. Íj, mennyi patkóny. Shining coins. Szasztok. Azt igen. Thank you.
Na, tehát látjátok, hogy azért nem combosok az enemik. De itt vissza is kaptuk a Richard Bloodot. Mondjuk ez kettes szintű volt, nem egyes. És akkor még ilyen ládák vannak. Tiszta God of War. Mondjuk ez pont egy koporsó, de... És akkor itt van valami jóság. Na most ez egy hetes szintű Frenzied Cold Blood, ami nekünk már... Tehát nem különösebben kelti fel az érdeklődést. De nyilván később ez majd, hogy haladunk előre, egyre mélyebb és mélyebb szintekre, az úgy azért nehezedni fog. Hát bízom benne legalábbis. Minden út az endinghez vezet, így van. Jó, hogy az ending is lölőnek a bankszámláján lesz, tehát tulajdonképpen minden. Fácán. Az melyik volt az a hely? Fácán. Yeah. Eldugott sötét lyuk. Hát... Igen, mondjuk Debrecenben azért volt pár olyan. Úgy is meg fog halni, szóval... Na hát akkor kezdjük itt. Ja nem, itt. Ja, bejünk ide. Shining coins. Ez is rituáléhoz kell amúgy. Ha. Érdekes. Amúgy jól vagyok, tehát nincs semmi baj. Na most már jó. A rossz gomb. Mi nevű az a Shining Coins? Ja, ez a Risse. Színes kavics. Sötét van. És elvileg itt valahol, valamelyik dungeonbe van egy titkos fal. Talán az egész játékban egy titkos fal van. Jó. Ez jól néz ki. És vannak ilyen minibosszok. Hát nem is minibossz ez. Sima mob. Akik őriznek ilyen kilincseket, vagy kallantyúkat. Amiket elfordítok, és kinyílik valami. Könnyen lehet, hogy a boss roomnak az ajtaja. Na, szóval mennyire ismerős ez a dungeon mechanika?
Nem tudom, hogy ide esünk le a... Ja nem, ez csak ide alánk. Jó, akkor felesleges. Mi itt voltunk lent. Ja. Jó, akkor megyünk arra. Ez mi? Meg honnan jön? Innen jön. Nem. Ez nem mindegy. Whatever. Leesett. Hallottam a fácáról, csak már nem emlékeztem, hogy hol van meg. Meg ilyesmi. Az ott folyosó. Azért menőn néz ki nagyon. És a láda. Még lőnek is. Érted? Vannak ilyen füstölők. Na, nézzük mi van a ládában. Mint ha itt lenne még valami. Ó, oh, igen. Shining coin. Már lassan bepörgethetném a mi nyerő automatába, annyi érmény van. Na ez mondjuk nagyon jó loot early game-be, ugye a Bloodstar Beast ellen például, vagy hát sok enemy ellen, akár Amelia ellen is, Fire Paper az hasznos. Jó, nem tudom, valahol le kéne itt esni. Mondjuk itt. Megint volt létre, érted? Jó, mindegy. Hát igen, stopsoros. A következő ilyen, hogy mondjam, csatorna sörözést nem ott fogjuk tartani. Mondjuk ez a csatorna sörözés, ez nem a legjobb kifejezés szerintem, de na, értitek mire gondolok. Körbejöttem most, vajon? Igen.
Az igen. Jó, akkor ez a rész is ennyi. Igen, itt csak a láda volt. Hát, ja, mondjuk, hogy mondjam, egy kocsma azért ritkán kerül a toporgó, köpködő, késdobáló kategóriából a kellemes, hangulatos, családias kategóriába. De láttunk már olyat, persze. Ó! Na, tehát ilyenek a bosszok itt. De mondom, ez... Hagyd már abba! Hát nézd meg! Tehát tényleg ezek early game... És 1500 szólt adott. Mondom, ami early game-ben nagyon jó, csak... Na. Mi már nagyon nem ott vagyunk. De hát nem baj, megyünk tovább. Hoppá. Ezt főkapcsoljuk. Jó, és akkor itt a végén van egy lift, ami levisz a szintre. Az exed imádta a fácánt? Kinek mi? Semmi baj. Akkor itt futni kell. Na, ennek már két fast attack kellett. Oké, itt egy kis láda. Cserit Adri, amúgy a legtöbb ex-nél ezt szokták mondani. Sokat javult az ízlésed és inkább vagy szingli. Hát figyelj, amúgy... Lenéztem a lyukba, hogy hátra le lehet ugrani, de... Inkább nem. Fuck! Akarom mondani, ops.
És oda valahogy föl lehet menni. Gondolom. Ott egy ágyú a fickónál, ha látjátok. Létrát nem látok, bár ez semmit nem jelent. No, nincs létra. Lehet, hogy valahol máshol lehet fölmenni. Menjünk tovább. Ja, jó, ő lövöld, oké. Okay. Na és ugye a boss roomoknál lehet insightot farmolni. Tehát, tök jó. Élő ládák, én nem emlékszem, hogy lenne. Tehát én az Elden Ringben is nagyon meglepődtem. Na, hogy ugye én az Elden Ring előtt csak ezzel a Souls game-mel játszottam. És én a Elden Ringben nagyon meglepődtem, hogy bekapott a láda. Koporsó. Ah. Sírpenész. Mindig jó, ha van nálatok egy kis sírpenész. Pont most írtottam itthon penészt. Very British problem. Szokták mondani. Na csak valahogy ki kéne jutni. Nincs itt létre valami. Mondjuk akkor hogy jutunk ki? Jó kérdés. Sedít, Adri, igazad van. Tehát egyszer belekezdtem a DS1-be. Már nem is tudom, hogy miért hagytam abba. De könnyen lehet azért, mert hülye voltam a játékhoz. Na mindegy. Ott eldöntöttem, hogy végig akarom ezeket a gémeket játszani. Erre. Csak nem értettem. Aztán úgy voltam vele, hogy jó van, majd egyszer elővesszük. És amikor bejelentették az Elden Ringet, a első trélert, amikor néztem, hát most nem tudom, hogy mi mutatták be E3-on, vagy Summer Game Fest, vagy Game Awards, akkor döntöttem, hogy jó, na az Elden Ringet biztos, hogy játszani fogunk. És akkor vettem elő a Bloodborne-t, hogy na akkor nézzük meg, hogy hogy működik, mi a mechanika, mit kell csinálni. Mondom, úgyis mindenki azt mondja, hogy Dark Souls a nehéz. Mondom, ez a Bloodborne csak nem lesz olyan nehéz. Remek ötlet volt. De legalább itt a Bloodborne-ban megtanultam, hogy működik ez a Souls mechanika, meg az, hogy meghalsz, az nem olyan nagy baj, meg ilyesmi. Meg
Jó, ha olvasod a guide-ot, tehát ez hasznos. Na, itt is vannak ilyen csapda... csapda formák, úgyhogy figyelni kell. Vettem ilyen rendes gombalő cuccot, mert itt hát itt biztosra megyek. Fú, itt rengeteg ajtó van. Na nézzük. És ugye a Bloodborne után jött az Elden Ring. Remélem ez nem NPC volt. Hát na mindegy. A békésen szúnyókát. Egyik se itt az ablakaim, mert az a baj, hogy itt az ablakaim mindig párásak. És ha nem figyelek, akkor nagyon megáll a víz. És ott a ablak be tud eléggé penészedni. Nyilván figyelek, meg szellőztetek sokat, meg ilyesmit. Itt nagyon párás a levegő mindig, aztán az, hogy egy kis gomba megjelenik, az ilyen semmi különös. Gyakorlatilag. Meg hát fűteni kéne rendesen, csak hát kinek van arra pénze. Jó, kinyitottuk valahol a boss roomot. Azt még ugye nem tudjuk, hogy hol van. De előbb-utóbb odaérünk. Hát ide lemegyünk. Itt is vannak ládák. Kis láda, nagy láda. Sírpenész. Ja, igen, hát nem, az is, ja, nem erre. Az is, ott is, tehát mondom, ilyen 2-3 hetente körbe megyek, aztán, hogyha valahol látok egy kis izét, kezdeményt, akkor ott lefújogatom. Nem nagyon lehet vele tényleg mit kezdeni. Ez van. Nem, itt volt a kallantyú. Akkor vissza. Oda kéne visszajutni, ott sok ajtó volt. Az meg erre van. Igen, erre.
Még nem tévedtem el. Nagyon. Figyelj, amúgy a fürdőszobában, a konyhában van elszívó. Tehát az nyilván, hogyha... Ha olyan van, akkor megy. De mondom, hogy tényleg lezuhanyzó, és a lakásban minden ablak bepárásodik. Tehát mondom, annyira párás a levegő mindig. De mondom, nincs ezzel gond, mert hát ez van. Ó, és a helyi boss. Na, ez már combosabb azért egy kicsit. De azért nem nagyon. Na. És egy Radiant Blood Gemstone 2-t ad. Hát igen, mondom, tényleg early game. Na, és akkor mehetünk tovább. Te tudod, az a gond még se itt, Adri, és akkor most vagyunk a level 3-ba, hogy igen, pára elszívó, de kinyitom az ablakot, és kint még párásabb a levegő. Tehát, mondom, szerintem most kint ilyen 85%-os páratartalom simán van. És az itt nem ritka, tehát az ilyen teljesen hétköznapi. Mondom, a meleg is azért szívás, tehát amikor azt mondják, hogy hú, 30 fok lesz és mindenki meg fog dögleni, ez tényleg kellemetlen, tehát tényleg ez a párás 30 fok az azért nem kellemes. Ne halljak meg, oké. Okay. Valaki itt nagyon tipeg. Ott volt egy snatcher. Hát igen, Anglia, persze. Ezt hozzá kell szokni, hogy ez ilyen. Szavasz! Oké. Okay. Boss room nyitva. Már csak meg kell találni. Igen, segít, Adri, van delay-ed, jaja. Már mire ezt hallod, már lehet, hogy te long vagy. Az mi volt? Ó. Oh. Kellemetlen, hogyha eltel egy ágyugolyó. Mi is lőttünk. És itt nem lehet szétvenni a fegyvert. Ó. Oh. Én békésen ücsörgött ott. Ez is. Hát ez a legnagyobb tiszteletlenség. Jövök és itt csak ücsörög. Telón megakadozik. Hát...
Szörnyű. De amúgy nyugodtan... De nem gond, ha van delay-je, tehát nekem nem probléma. Az mondjuk nem tudom micsoda. Egy olyat már láttam egy korábbi dungeonbe, tehát abban a dungeonbe, amit már végigcsináltam így streamen kívül. De nem tudom, hogy ez a szellem micsoda. Interaktolni nem lehet vele. Nem csinál semmit. És itt egy koporsó. Bloodtinge Gemstone. Na ez mondjuk jó, mert ezt meg mondjuk a fegyverre lehet rárakni. Jött egy zavar a delay, oké. Okay. Itt vannak ilyen piros színű ellenfelek, ezek azok, amik respawnolnak, mert itt van egy csengős néni valahol, aki újra termeli őket. Hol a csengős? Nem itt volt. Mert hallottam, hogy nagyon halk, hogy valaki csenget. Csak nem tudom hol. Ó, erre lehet jönni. Lehet, hogy akkor itt van. Ott van. Megyünk is, gyorsan leütjük. Meggyújt, érted? Itt semmi nincs, majd látom. Jó. Hát, labirintus.
méltó a nevéhez. Elden Ringben is milyen jók voltak azok a dungeonok. Egy-kettő tényleg olyan puzzle volt, hogy így kellett agyalni, hogy és akkor hogy meg merre kell menni. Néhány boss eléggé el volt dugva. Jó, erre voltunk. Ugye itt voltunk lent. Ott nem volt semmi. Elvileg legalábbis ott voltunk lent. Itt is voltunk. Igen, itt volt a... ez a sétálós ipse. Itt volt lent a láda. Gyertyás, gyertyás a föld, kérdezed? Hogy értve? Csak eltévedek már. Nehogy már ne tévedjünk el. De szerintem itt voltunk mindenhol. Azt hiszem erről jöttünk be. Megnézzük. Na. Igen, itt volt az ágyús Jóska. Akkor erre tudunk visszamenni. Talán ezt a részt itt körbejártuk. Igen, szerintem erre is voltunk. Igen. Szerintem ott is. Nem, itt nem voltunk. Igen, az is ott kék a gyertya, ott sem voltunk még. Itt egy lámpa. Ezt már meggyújtottuk, akkor itt ez a kezdő. És akkor az volt szerintem zárva. Ez itt mi? Nem, ez határozottan nem NPC. Oké. Nem tudom, hogy erre voltunk-e. Létre fölfele, hát... lehet, hogy voltunk. Megnézzük. Szerintem voltunk, de... igen, jó. Káosz. De semmi baj. Még elnézünk ide. Határozottan mondom, hogy itt is voltunk. Ez is Snatcher. Jó, akkor vissza. Jó, hát akkor ide a... ezt megnézzük. Elvileg ez most kinyílt. Talán ez volt zárva.
Mikor jöttünk. Jó. Hát itt egy út van. Menjünk tovább. Ebben már csak a boss van hátra, de... ki tudja. Beast possess soul. Na, ez is megvan. Jó, és mivel hogy ez a Layer 3, ez a vége a Chalice-nek, vagy hát ennek a Dungeon-nek, úgyhogy mehetünk is vissza a Hunter's Dream-be. Na, és akkor így néz ki, hogy a megcsinálsz egy Dungeon-t. Egyelőre ez tényleg könnyű, mert tényleg a bossok nem nehezek. Na, rápillantok a guide-ra. Amiből továbbra se értek semmit. Na mindegy. Oké. És akkor most miért kellene csinálni? Hát ezt a centralt kéne, akkor. És akkor ez a Ptomeru Chalice, van ilyen Hintertomb. Azt nem tudunk, mert azt valonnan útolni kell, valamelyik dungeonből. Van a Loren, meg a Is. It's Chalice. Csak ez több, látjátok, több nyersanyag kell. Szóval egyelőre ezt csináljuk. Hát akkor jöjjön ez a Central Ptomeru Ritual Blade 2 kell hozzá. Ez nem tudom mit jelent. Shared Fixed Dungeon. Na. Oké. Imádkozunk. Jó. És akkor itt megint jön a fóka kamrája. Jó, hát... azt mondom, hogy lépjünk szintet, de... lehet, szerintem nem tudunk. Akkor menjünk tovább. Jó, na még viszont, mielőtt belevágunk, én hozok sört.
itt is vagyok. Úgyhogy akkor nyomasszuk. Central Tumerian Labyrinth Layer 1. Na. Gondolom előbb-utóbb elkezd nehezedni. Úgyhogy... készüljünk fel rá. Na, lámpa után rögtön egy lámpa. Szerintem majd ugyanúgy a boss room. Igen. Oké, erre semmi, erre jövünk. Mi van a pólomra írva? Hát, ezt lehet, hogy Nevermind tudná. Hoppá. Ez egy, ezt, ha néznéd a sorozatot, tudnád te is. Ez a MCRN-es póló. Ez Xpense. Tulajdonképpen az MCRN a Mars hadserege. Hát nem a hadsereg, hanem a... az igen. Tehát a Navy. Ezt meg kellett hamar ölni, mert ő spónolja le ezeket a piros színű elemeket. Sehol semmi. Tehát jó, akkor innen nem lehet tovább. Ja, de arra tovább lehet menni. Romantikus a sok gyertya? Hát igen. Nem is mondhatjuk. Ritual Blood 3. Tehát 3-as szintű Ritual Blood. És kell majd. Remélem, hogy itt azért ki lehet lootolni elég jól azt, ami a tovább menetelhez kell, tehát nem kell majd kétszer-háromszor visszajönni. Tehát, hogy így egy menetbe végig lehet menni. Hát, majd meglátjuk. Azt itt semmi nincs. Ja, de itt. Hát tovább lehet menni. Semmi az is több. Upp, az már halott volt. De hát így a biztos. Molotov koktél. Körbe is mentünk. Ahogy mondtam, körbe is mentünk.
De biztos voltunk mindenhol. Ugye ebbe a terembe voltunk, itt tovább lehet menni. Nem lehet tovább menni. De tovább lehet menni. Ilyen itt is volt, arra lehet még menni, igen. Jó, már kutyák is vannak, ez az. Kedvenceim a kutyák. Na, itt a kallantyú. Néztem NCIS-t. Fú, hát őszintén megmondva, szerintem NCIS-ből ha egyetlen egy részt láttam, de szerintem azt is véletlen. Én még a CSI-ból néztem, de azt is nagyon-nagyon régen, és abból is körülbelül egy mondjuk 10 részt. De nekem az egész CSI, NCIS téma úgy, ahogy van, teljesen kiesett. Tehát semmit nem néztem belőle. Én amilyen nyomozósat, hát nyomozós. Az NCIS nyomozósnak vesszük. Én a Criminal Minds-ot néztem egy darabig. Kicsit más. Na, még egy ugyanolyan boss, mint ami előbb volt. Na. Nézd ezeket a krimi sorozatokat? Hát mondom, én nekem annyi, hogy... Én úgy nekem kimaradt a Criminal Minds-ot is. Néztem jó darabig, csak aztán abba hagytam, mert úgy... elég nyomasztó. NCIS az tinikori favorit. Értem. Nem, ezeket nem nagyon néztem. Ami nekem nagyon tetszett például, én lemondjuk a Layer 2-ben, ami nekem nagyon tetszett, az a Unabomber, meg tehát ezek a, hát nem is tudom, hogy az is egy ilyen, hát, az, ha jól emlékszem, Netflix-es sorozatok voltak, de ilyen 8-10 részesek, és egy-egy ilyen erről szólt. Az mi a jó Isten? Skorpiók. Nagyon jó. Szóval Netflixen volt egy... ez a Manhunt, azt hiszem ez volt az izé, és akkor ott több ilyen... ilyen serial killert dolgoztak fel. Az egyik volt a Unabomber, meg pár ilyen, tehát ilyen híresebb, híresebb sorozatgyilkos. Ennek a ügyét dolgozták fel. És jó minőségű sorozat volt, nagyon.
Most cancel ölték nem én. Ha jól emlékszem, Netflixes volt. Mi a... Csigusz? Csak nem. A jó öreg csigusz. Azaz. Na de jó, tényleg ilyen régi ismerősök jönnek ilyen Souls gémekből. Nagyon örülök. Szép volt. Micsoda hangok, te jó ég. It's nature. Ja, így bekap egy csiga. Az persze. Vannak vagy ketten. Jó. Na gyere! Nem érti a létre koncepcióját, az a baj. Na nézd csak így... Apa. Mondom, nézd csak így kell erre... Na mindegy, semmi baj. Mindjárt menjünk tovább arra a híd fele, csak... Megbeszélem a helyiekkel, hogy merre menjünk tovább. Na itt a Hintertum Chalice. Ami a Hintertum labirint generáláshoz kell, vagy megnyitásához kell. Ez nagyon jó, hogy megtaláltuk. Na, akkor majd arra is el tudunk menni idővel.
Hát körbeértünk, azt hiszem. De nyitottunk ki boss roomot? Szerintem nem. Mondjuk... Még lehet nem is tartunk ott. Jó, akkor még nem. Jó. Lámpa. Lesz a boss room. Akkor. Mindegy, jöjjünk erre. Mindegy, valószínű, hogy is körbe megyünk majd. Ez nem tudom mi volt. Atya ég. Hűha. Semmi baj, közel a lámpa. Tehát... Először haltam meg Tumba. Egyébként. Fölmegyünk a létrán és itt lesz valamelyik mobnál. Ja. Egy blade-et, ha kérhetek. Egy F blade-et. Az mindenképp jó jönne. Csak hogy emlékeztessen. A legjobb bossra ever. Most is itt hallom a hangját a fülemben. Azzal a zenével együtt. Na és itt körbe is értünk, és így nyitva van a... Ugye ezt ki is nyitottuk, úgyhogy nézzük, hogy mi lesz itt a boss a Layer 2-n. Keeper of the Old Lords.
Ó, érdekes. Azért... Tüzel, tüzel. Na, ez már jobb volt. Central Stemmeru Rúcsalis. Akkor tudunk most már majd olyat is csinálni. Király. Köszi, Edith Adri. Jó. A lámpa, és megyünk tovább. Hát, hogy menjünk haza szintet lépni. Költsük el? Nagy elveszítsük. Lépünk egy szintet. Belefér. Csak nyilván maradjon nálunk, mert a... Chalice Ritualhoz kell. Farewell, good may you. És vagyunk is. Megyünk tovább. Semmi baj. De rohadt sötét van. Jó. Megvárjuk a kövit. Micsoda kincsek vannak itt.
Ez valami drón lenne. Sage's Wrist. Hát az mi? Ah, oké, okay, tehát ez is a rituáléhoz kell. Nagyon jó. És itt van még egy valami. Nagyon jó, oké. Akkor ez ennyi? Gondolom. Ja nem, majd ott van egy. Megnézem jól. De jó. Ja nem, ezt kinyitottuk, oké. Akkor ennyi, mehetünk. Micsoda hangok. Valaki nagyon furán veszi a levegőt. Ezek a nyersanyagok fontosak, hogy tovább tudjunk menni. Oké, mehetünk. Hát jó. Amazing. Hát igen, azért sok minden ismétlődik. Ami persze nem baj, mert hát farmolás igazából. Alapvetően tényleg azért csináljuk, mert beraktak ide egy achievementet. Aztán ilyen értelemben muszáj.
is a penész. Ez innen nem nyílik. Most nem tudom, hogy itt lent voltunk-e. Gyanús. És akkor az honnan nyílik? Itt van a golyó. Akkor itt mentünk körbe. Még egyszer elmegyek arra. Fel. Szerintem erre voltunk. Ugye itt volt egy terem. Igen. Oké, ez az, ami nem nyílik. Itt volt a láda. És még itt a másik oldalon megnézzük, de itt pedig csak egy terem volt. Itemekkel, de innen nem lehetett tovább menni sehol. Nem, ez ennyi. Hát jó kérdés. Mi akkor merre? Erről jöttünk. Ja nem, ez is egy terem volt, ezt is kilútoltuk. Oké. Hát... itt a golyó. Ugye itt jöttünk körbe. Föntről ugrottunk le. Itt jöttünk be ebbe a terembe. Igen, mondjuk arra lehet menni, úgyhogy akkor lehet, hogy majd itt ezen keresztül tudunk menni. És ott volt egy nagy láda. Amit jó lenne nem itt hagyni. Hová? Nézzük meg itt fönn mi van. Hát volt egy ajtó, amin lehet tovább menni. Csendesen sziesztáznak. Egy HP. Jó, valóban egy csengős nő.
Itt is kinyílt a boss room. Ja, hát igen, ez... egy mechanikus dolog. Amíg nem halk meg, mindegy mennyi. Hát igen. Most itt a matek mellettem állt. Csak azt lenne jó tudni, hogy a boss room erre van. Szerintem azt még nem láttuk. Igen, csak körbe jöttünk. Lehet, hogy erre... ó, igen. Na, őki. Tumerian Descendant. Ó, már kettő van neki. Tudja dobálni is. Shit. Elcsináltam. Köszi Sedit, Adria, csírt. Nem jól jött ki a ritmus. Semmi baj, jövünk megint. Lower Tumeru Chalice. Oké, okay, kapjuk a kejheket, ami nagyon jó. Jó, hát itt meg ő volt a legmélyebben, úgyhogy király. Merre tovább?
Az a kérdés. Mert nekünk majd a Great Tumeru Ithil Chalice-ba kéne mennünk. De olyat még nem tudunk csinálni szerintem. Megnézem, hogy most mik a lehetőségek. Central Route Lower. Na várjatok, megnézem, hogy... Nem, még ez messze van, igen. Még itt megvan, hát úgy nagyjából megvan az út, hogy merre kell menni, de még itt azért van teendő. Úgyhogy majd foglalkozunk ezzel is. Viszont mára itt meg is állunk, mert már esteledik, úgyhogy ja. Hát igen, ez a dungeonözés ilyen, mondom, ezt alapvetően azért csináljuk, most nem azért, hogy farmoljunk, mert az a baj, hogy amilyen szinten mi vagyunk, az már ez a nagyon kevés farm, ez sokat nem oszt, nem szoroz. Viszont könnyű haladni, nyilván, mert gyengék az enemik. Ugye azért csináljuk, hogy meglegyen a trofi. Ugye, amit mondtam, ezt a boss-t kell lenyomni. Csak meg lesz. Melyik az? Ez. Ugye, Yharnam Blood Queen of the Old Labyrinth, tehát ezt kéne lenyomni. Hát pár ilyen dungeonon még végig kell mennünk, nem sok, 2-3 dungeon van, és akkor utána jön ő, de majd meglátjuk. Hát ahogy sikerül. Na, úgyhogy akkor már ennyi, legközelebb folytatjuk.